Jaj! Hol vagyok? Mi ez a hely? Egy óriás dino! Máté, menekülj! Te mit keresel itt? Én már itt vagyok egy hete! Máté, nem sikerült az időgép! Visszakerültünk a dinok korszakába! Tudtam, hogy rosszul fog elsülni az időutazás! Ezt nem ez hiszem el! Ez miattad van! És Krisztián, egy dolgot mondj meg! Ha már itt vagy egy hete, akkor miért alsógatyába vagy? Mert letépték rólam a dinók a ruhámat! Jaj, ne! Gyorsan, Máté! Kaját kell szereznünk! Oké! Okay. Hogy nézek ki? Azt, amilyen jóképű ember vagyok. Na! Azt tapasztaltam itt létem során, hogy a legegyszerűbb módszer a kajaszerzésre az az, hogy bemegyünk a tengerbe és ölünk egy pár halat. Gyere! Ez most kamaj. De várj, Krisztián, várj! Még ne haladjunk ennyire előre. Még meg akarom tudni, hogy mi ez az egész, mi ez a hely? És miért repked itt egy dino, és jön felénk, és mindjárt felfal? Öljük meg! Ne öld meg! Szegény, lehet, hogy barátságos. Mindegy, nem érdekel. Jó, elmenekült, elijesztettem. Máté, gyorsan, ennünk kell. De mit? De miért kéne ennünk? Gyere, ugor! Hát egy perce vagyok itt, miért kéne enni? Nem fog ilyen halni egy perc alatt. Te egy perc vagy itt, de én már egy hete nem ettem. De miért nem ette egy hete? Itt a hal. Szerintem nem kéne halat ütni. Vigyázz! Megy fel, én egy csuka! Ott is egy dino! Mi a fene? Megvédelek! Megtámad! Velociraptor! Futás! Menekülj, Máté! Menekülj! Megbasszullak! Meghaltam! Újraélettem. Itt bármennyiszer újraélethetek. Mi ez? Megöl! Oda menjünk arra a szigetre, utána, oda nem tud talán utánunk jönni. Hol vagy? Nem látlak. Itt vagyok a vízben. Itt van az utolsó halálom. Neked ott van a neved. Gyere oda arra a szigetre. Jó, Máté, valahogy túl kell élnünk. Fegyvereket kell csinálnunk, hogy meg tudjuk ölni azt a gonosz velociraptort. Ezt nem hiszem el. Akkor most itt ragadtunk a dínók világában. Igen. Akkor van egy tervem, Krisz. Na hello, srácok! Ez itt az Ark Survival Ascended. Vagy Ascended, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, de nem is érdekel. Ugyanis beszorultunk a dínók világába, és ki kell jutnunk. Máté, nézd csak, itt ha látod ezeket a dodókacsákat. Igen. Ezek elég jó élelemforrások, úgyhogy szerintem ezeket kezdjük el. Agyonverni! Oké. Ja, és ezek ilyen könnyű élelmek? Igen, ezek elég könnyű élelmek, már csak annyit kell csinálnunk, hogy kell csinálnunk egy tábortüzet, és akkor tudunk csinálni sült húst, lapátfarkú patkány. Kettő darab húsit kaptam. Itt van ilyen lapátfarkú patkány, ez 13-as szintű. Azt inkább adjuk. A dolgokat kell gyűjtenünk, kraftolnunk kell egy tűzhelyet. Hát de minek? Hát tök meleg van a csüt a nap. Hát jó, de napon nem tudsz megsütni húst, te bamba. Na. Hát dehogy nem. Oda rakom a kőre, azt megsűj. Krisztián, egy biztonságos helyet kell találnunk ezektől az állatoktól. Bemegyek ide az erdőbe. Itt biztonságban leszek. Oké, és? Azt, amilyen szép ez az erdő. Azt, amilyen jó ez a hely! Ide építsünk. Mi az? Jaj, ne! Máté! Mi az? Gyorsan gyere vissza a partra! Segíts! Azt a mekkorát ugrat! Segíts! Ne bántsd a Kriszt, a macsak! Üdözdög! Na most már menekülsz, mi? Te bizt... macsok! Ennyi voltál, csicska! Ott a másik! Ez az. Az az, szép volt. Oké, na, szóval akkor ezekből lehet húst szedni? Igen. Megsérültem. Azt írta. Igen, mert hogyha a kezeddel ütsz, akkor sajnos megy le az életed. Ja, igen. Hé, még nem igen. Halt meg, csak unconscious, látod? Igen, ott most oda. Halt meg. Jaj, de nagyon lemegy az életem. Jó. Jó, meghalt. Oké, és meghalt, akkor gyorsan csináljunk tüzet. Oké, csináljunk tüzet. Várj, én szedek követ hozzá. Hé, ittam. Lehet, először is csákányt kéne csinálni. Szerintem csinálok egy baltát, vagy egy... Először egy campfire-t kéne.
Jaj, ne szartam egyet. Megint ide szart a madár. A madár. Igen. Verjük meg! Na, menekülj és... Légitámadásért! Hülye, minek támadtad meg? Felszedem a cuccom vissza. Na, nekem csinálni kéne egy csákányt, de nem tudok, mert van, kell hozzá egy rakás cucc. Itt egy büdös dodó madár! Megad dög! Ja, és ebből akkor kapunk izét? Igen, ahogy ajaj. Szétvered, ahogy akkor mi kapsz fel húst. Az egy kis dodó. Az föl lehet nevelni, biztos. De aranyos. Az föl lehet nevelni, nem? Ja, szerintem is. Vagy meg lehet ölni! Hé, lehet fát vágni kézzel. Tudom, de akkor sebződsz, hogyha még nincs szerszámod. Máté! Na, verdek el! Máté, ezeket a madarakat meg ne üsd, ez 27-es. Jó, ezt nem szabad megütni. Na és akkor ezt be kell raknom ide, ugye? Igen. Jó, előzettem a csákányomat. Jó van. Na, akkor ütem a nagykövet. Jó, most már kaptam flintet, akkor tudok csinálni baltát. Oké, és egy spirit kéne még nekem csinálni, ami ez wood kell. Máté! Mi az? Tábortüzet csináljunk, mert ilyen fogunk halni. Jó, hát arra azt próbálom, te ökörbarom. Csak kell hozzá wood. Valami kis házikót kéne összerakni. Jól van, összerakunk házat, csak először még kicsit kell összeszednünk magunkat, mert mesztelenek vagyunk a hát dínok igen. Világában. Mi az? Azt egy óriás lapátkarmú dínoszörny! Várj, megyek és a nagy lándzsámmal Máté, inkább ne! Mert? Higgy nekem! És itt van mellett. Hogy nézel ki amúgy? Milyen bajusz ez? Mi az, hogy milyen bajusz? Na, Máté, megnézed a lapátkarmú dínoszörnyet? De ha? Nehogy megtámadjuk szerintem. Ott van egy triceratops! Ott van! Máté, nézzük meg közelebbről, gyere! Ide nézett! Ajaj. Szerintem azt nem kéne bántani. Inkább menjünk Máté vissza, még gyengék vagyunk ide. Szerintem is. Kraftolj tábortüzet. Jó, kraftolok tábortüzet. Te várjál, mert nincs hozzá elég cuccom. Kell még kettő tecs. Itt is van a tecs. Kell még egy darab tecs. És nem igaz, mert nem bír adni egy tecset. Micsoda tecs? Még mindig nem adott tecset. Tecstelenek vagyunk. Ja. Hopp, ott van két tecs. Köztecs. Hú, elég sok tecs. Krisztián, hova rakjam a tábortüzet? Valami biztonságos helyre kéne. Elég egy ilyen tiszta hely, szóval lehet nyitni. Ezek barátságos állatoknak tűnnek. Igen. Nem az erdőbe kéne? Igen, ahol megtámadhatnak éjszaka! Ja, mert itt nem támadhatnak. Máté, ki tudja, micsoda dinoszauruszok leselkednek ránk erre pedig. Hát nézzünk be az erdőbe, gyere. Jó, és ha meghalunk, akkor vissza kell oda mennünk. De nem tudunk meghalni. Jó. Hát ez gyönyörű ez az erdő, mit nem mondjak, de. Ez egy dzsungel. Azt, amilyen gyönyörű. Máté, itt egy út. Ide. Tényleg? Nem. Tudom. De most mit hazudsz? Azt a babérlevél. Keresünk itt az erdőbe egy jó kis táborozó helyet. Szerintem igen. Máté, viszont azért lenne jó lehet, hogy a tengerparton maradni, mert ott tudunk inni bármikor. Igen? Itt meg nem. Ugye hát de ki tudunk itt is menni, hát nincs messze. Az árnyékba kéne költözni szerintem. Hát de ott meg lehet, hogy fázni fogsz, nem? De nem, mert van tábortűzünk. Ja, értem. De most van. Nagyon rossz helyen vagyunk, hát itt volt előbb az a halálos dínó. Ott van, Krisz, guggolj le! Hogy kell? Ja, így. Ott van az a gonosz. Nyugi, Máté. Szerintem meg kéne ölnünk. Nézzük, szerintem az kedves dínó, szerintem az nem bánt. Megnézzük. Hogy kell guggolni, vagy izélni? Feküdj le, Krisz! Az X-el kell. Mász. Itt van mellettünk. Jaj, nem. Ja, nem, ez nem az, ez ilyen teknős hátú. Jaj! Van egy mozdulatlan. Máté, szerintem az nem bánt minket, hidd el! Biztos bánt. Máté, oda barátkozni! Ne! Szia, Mr. Dino! Ne! Mr. Dino, szia! Hello! Ajaj! Megtámadta! Meghaltál! Jaj, ne! Hülye barom, most miattad megdöglettünk mind a ketten, és ezt most mehetek visszaszerezni a cuccom. Máté, mindenünket vissza kell szerezni. Ezt most nem hiszem el. De amúgy ilyenkor a szinted is elveszik meg minden. Nem hiszem. Hogy kell mindent átvenni? Miért támad meg mindig valaki? Kerüljük el. Máté, mondom én, hogy maradjunk kinn a... tengerparton. Persze, a cuccomon mászkálja dínó. Várjál. Én el tudom kerülni most. Húzzál már innen. Egy, kettő. Ah!
Máté, vissza kell szerezned a cuccait, mihez egy, megint kettő, meghalsz. Három! Mégse. Menj innen, dino ember. Nyugi, elvonzom. Ne. Most. A háta mögött. Jó, most kijött a tengerpartra, Máté. Oké, visszaszerzem. Jaj, ne megtaláltam, ami citakötő! Na. Oké, megyek vissza oda, biztonságos helyre, Krisz. Máté, menjünk oda vissza, ahol kezdtük. Oké. Vagyis ahol megtaláltam. Mennyi dino! Beakadtam egy dinóba! Menjünk. Szerintem menjünk ki a tengerpartra. Vagy ide át. Nézd, ez egy sziget itt mellettünk. Biztos? Igen. Nem biztos az. Jó, de és inkább. Nézd, ott van egy ilyen nagy szikla oda annak a tövébe. Jó. Ajaj. Ne! És a tenger közepén van a cuccom. Jó, oké, Krisztián, meg kell próbálnunk nem meghalni egy percig. Jó? Ha lehetséges. Viszont átteremtem ide. Igen, én is. Ja, nem, a rossz helyre teremtem, ezt nem hiszem el. Hol vagy, Máté? Ott vagy. Itt vagyok. Átlak. Igen, te nagyon rossz helyen vagy már megint. Kusz. Hogyha meghalok, és utána nem lehet visszaszerezni az előző halálos cuccomat. Szerintem nem. Oké, átjutottam a szigetre. Hú, Máté! Mi az? Gyere ide hozzám! Mi az? Gyere ide! Nézd csak oda arra! Ledöntettem! Mi az? Ne, az a nagynyakú, az csak növényevő. Legalábbis én úgy tudom. A dino tudásom alapján. Na várjál, mert nekem meg kéne szereznem itt a cuccomat. De Máté! Mi az? Azt meg kéne nézni közelebbről. Jó, de először megszerzem a cuccom. 30 méter. Megöl! Hogy szerezzem meg a cuccomat? Már itt túl leselkednek, nézz oda. Ja. Várják, hogy bemenjünk. Hát sehogy. Elrontottuk. Most akkor újra kell szedni a cuccunkat. Igen. Ja, nagyon hamar valami biztonságos helyet kéne csinálni. Nézd, itt van egy szikla. Látod, és ez alá ide beköltözhetnénk. Máté, nézzük meg a nagynyakú dínót, gyere! Azt, hogy dübörög. Igen, de ez a szíve, hallod? Nem. Ez a szíve. Máté, akkorát. Vajon, ha behúzok neki egyet, akkor mi történik? Ne húzz be neki! Hanyas szintű? 13-as. Csak? Csak 13-as? Akkor ezt simán le tudjuk nem boxolni. Nem tudjuk szerintem legyőzni. Megtámadtak! Jaj, ne! Gyorsan, biztonságos helyre kell mennünk, Krisz! Gyere! Mit jön? Máté! Háromra támadás! 1, 2, 3! Jaj, téged tüttetlenek véletlenül! Már menekül a bizonyos kicska! Unconscious! Füssük agyon! Jó, most már van húsunk. Ez jó. Már jó. Oké, és most ez itt megvédelmez minket, szerintem ez a nagy dino. Szerintem is. Úgyhogy menjünk, szerezzünk cuccokat. Megint csináljunk egy tábortüzet. Nézd, ide berakjuk. De jó hely! Az tényleg nagyon jó hely, most egyenlőre legyen itt a táborunk. Szerintem is. Ez egy nagyon jó hely, itt el lehet lenni. Itt van nap is, hogyha melegünk van, vagy hidegünk. Krisztián, szereznünk kell cuccokat, hogy biztonságos helyre tudjunk költözni. Mert sajnos ez egyáltalán nem biztonságos, ez a környék. Ja. És megint szartam. Hát ez a legbiztonságosabb szerintem. Egy hetes tapasztalatom azt mutatja. Ja, de milyen jó, hogy te már egy hete itt vagy, aztán nem is tudod, hogy mi történik. Habhúst szerzek, egy ilyen kis dínótyúk. Jaj, ide rottyantottam egyet véletlenül, bocsánat. Hát nem találok követ. Oké. Szedtem húsit. Mr. Hosszúnyakú magas ja, dínó. Ja, miért nincs kő? Sehol. Hát mert a szigeten vagyunk. Hát azt. Máté, valahogy vissza kell oda mennünk, mert ott volt kő. Legalább. De itt mennyi kő van? Hát 5 millió. Úszás vissza, menj! És meghaltál. De most miért a cuccomon ül 10 dino? Várj! Most verekednek, hát ha vissza tudom szerezni. Fuss! Ajaj. Ne! Megevett a velociraptor. De itt miért nem látlak téged? Itt vagy tőlem 100 méterre vagy. Gyere ide hozzám, itt megyek. Van valami űrhajó. Milyen űrhajó? Lehet az az időgéped, amivel visszajöttünk. Tényleg? Itt az időgépem, emlékszem. Már kicsi hiányos az emlékezetem, de... Annyit azért... tudok. Hallod ezt a hangot? Igen.
Még mindig működik, csak meg kéne javítani. Supply crate. Supply crate. 15-ös szintűnek kell lenni, hogy ki tudjuk nyitni. Ez most komoly? Igen. És hanyas szintű vagyok? Én? 5-ös. Négyes. Én 5-ös. Én 4-es vagyok. Ja. Menjünk vissza, Krisz, oda. Hova? Ahol meghaltunk az előbb. Én majdnem kitudtam, 13 kő volt nálam, és majdnem kitudtam hozni a partra. Szóval... Raptorok! Miért? Már kerget! És úszni is tud! Adjatok! De mi ez? Hülye bunkó! Krisztián, valami taktikát kell... Tecs! Valami taktikát kell alkalmaznunk. Ezt a jobbra-balra szaladgálás fejezzük be. Itt most jó helyen vagyunk. Máté, ez lesz a tábor. Nem keresgélünk semmit. Hely. Ez lesz a tábor, mert az viszont az jó ott. Az ott jó. Nézd csak ott benn. Látod? Jó van, csak... Ott a szikla alatt. Jó, csak már szaladsz bele a dínóba. Ez mi ez? Ajaj. Ne, leköpött méreggel. Hölye bunkó. Nem látok. Nem tudok futni. Ez az, elájult. Elájult a csicska. Mert nagyon. Ez az. Mert nagyon. Ez az, ez is elájult. Máté, gyorsan. Meg fog halni az ütésbe. Verd őket agyon. Oké, és... Kraftolni kell valamit, hogy ne halljunk meg mindig. Igen, mert a kezünk, ha a kezünkkel ütünk, akkor mi magunk is sebződünk. Meg fog halni. Jó, ez jó, is meghalt. Meghalt, meghalt, meghalt. Oké, Máté, szedjünk végre valahára, csináljunk már egy szaros tábortüzet. Jó, már Krisz, van egy taktikám. De nincs taktikám. De van, de van. Valami biztonságos helyet kéne találni. Mert az a baj, hogy sehol se biztonságos. A tengerpart az a legbiztonságosabb. Jó, akkor Krisz, tengerpart, és nézd itt a sarok. Itt biztos, hogy nem tud senki megtámadni. És ide építsünk egy falat. Jó, körbe kell magunkat építeni. Ott egy óriás dínó már megint. Máté, ezekből ilyen banánpálmafákból jön egy rakás tecs, azokat kell ütni. Igen? Igen. Aha, tényleg jön egy csomó tecs. De itt mellette is vannak tecsek amúgy. De ha a fát ütöd, akkor nem sebződsz amúgy. Végre valahára elkezdhetünk kicsit fejlődni. Én elkezdek házat építeni, Krisz. Mit szólsz? Okay. Egy biztonságos otthont. Máté, hogyha van csákányod, azzal már tudod ütni a dínokat, és nem megy lefele az életed. Tényleg. Jó is, hogy mondod. Viszont nincsen hozzá cuccom. Ja, mert nincs stone-om. Hú, Máté, hogy te mit nyomsz? Miféle szereket eszel, hogy ilyen izmos vagy? Mi az, hogy miféle szereket? Hát ez egy teljesen normális testalkat. Miről beszélünk, kedves bele? Ez egy átlagos? Aha. Szartam. Fel lehet venni? Aha. Nem lehet. Föl lehet venni, és mérget lehet belőle csinálni. Szar méreg. Ha? Pikát. Szar. Már én megnézem. Mit csinálsz? És még azt mondja, hogy én vagyok szereken. Azt így fölemeli a követ, így. Nyugi, csak szétütöttem a nagy követ. Eltűnik az univerzumba a kő. Elrepül. Hova tűnt a kő? Mit csinálsz te? És meg azt mondja, hogy én vagyok szereken. Egy csákányt már tudok csinálni, ez már nagyon jó. Okay. Még két kő kell számomra, és akkor tudok csinálni tábort. Nem lehet ütni. Okay, az jó, és akkor én meg elkezdek majd építeni valami házat. Csak nem sokára jön az éjszaka, mert nagyon lement a nap. A csákány is lehet ütni a fát? Aha, azt, ahogy vagy üti. Máté, gyere nézzük meg, hogy hova rakjuk a cuccokat, mert akkor megcsinálom oda a... Gyere utánam. Jó, hol hey, jön egy, van egy kis követőm. Nem, kakesz. Nézd, van egy kis követőm. Ez komoly, mindjárt megvan. Hello. De ez valami veszélyes állatnak tűnik. Szerintem Szebasz. Is. Hé, hey, mit lehet ezzel csinálni? Mindjárt az arcot baharap. Ki te? Onnan jöttél, te dög. Na gyere. Gyere utána. Oké, és na mutasd, hogy merre csináljam a tábortüzet. Oké. Van egy nagyon jó hely. Hia. Hidd el, hogy nagyon jó lesz, Krisz. Oké. Na, itt van, Krisz, nézd. Itt ez a hely. Látod, és itt egy egészen körbe vagyunk véve, és ide majd csinálok egy falat. Igen. Amíg majd rá a fejünkre nem ugrik egy... Máté. Egy T-rex? Láttam, mikor itt voltam. Na? Tyrannosaurus rexet. Ez most kamaj. Igen. És miért kamaj. Nem vágtad le a hajat? Hogy nézel ki? Hát, mert nem tudom levágni a hajamat. Mivel vágjam le szerinted? Kőcsákánnyal? Kőollóval. Na, ide ragd le a tábortüzet. Jó. Na, és nekem pedig kéne kraftolni valami féle. Jaj, ennél nincs elég cuccom, ezt nem hiszem el. Én megyek és vágok fát. Jó, azt amennyi tecs jön ebből a nagy banán ültetvényből. Jaja. Kéne még egy kő. Várja, ide bemegyek, szedek követ.
Itt visszanőnek a fák? Igen, szerintem visszanőnek. Oké, és hova rakjam a tábortűzet? Hát, nem tudom, valahova így. Jó, akkor ide leraktam. Ide, hát jó, nem oda, gyújtsuk nem meg. Hát nem oda, de most akkor azt mondtad valahova. Na, oké, és ráteszem az összes fámat, ami van. Máté, itt töltük meg azokat a dínókat, azokat le kéne csapni. Hát ilyen nem lenne rossz. Hol van? Itt vannak. Megvan mindegyik. Aha, remélem nem romlott még el a hús. Nem hiszem. Jó, 10 hús. Oké, okay, de kettő volt. Igen, mind a kettőt szétítettem. Itt a kicsi. Oké, okay, és ráteszem a húst. Süssük meg a húst. Jó. Oké, okay, megtudom. Végre! Oké, okay, Krisztián, nagyon megy le a nap. Építeni kéne valamit. Na várja, legalább egy ilyen foundation-t kéne. Oké, okay, és már hogy megy fel a szintünk, egyre több mindent tudunk craftolni. Igen. Szóval... Én csinálok ide egy ilyen házat akkor. Lesz, lenyúlja rólad a bogyókat. Ez a kis büdös dög. De nem, ez valami kis kompani. Hát igen, és szedik ki a inventorimból a bogyókat. Akkor lehet, hogy azt csinálja, akkor meg kéne ölni. Azért van ez csak itt az mellettünk. A baj, hogy megölöd, és jön a nagy tesó. Dehogy is, nem tudja, hogy itt vagyunk. Máté, gyere. Ne, inkább ne öld meg. Máté, neked ezt nem kell látnod. De én nem Máté, akarom. Máté, csukd be a szemed. Csukd ne. Be a szemed. Ne öld meg. Csukd be a szemed, nem ölöm meg, csak elbeszélgetek vele. Hú, szedem a fivert, és közben szarok. Na végre biztonságban vagyunk, Krisz. Ja. Ez annak az ideje, hogy kicsit rendbe szedjük magunkat, és megnézzük, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy visszajussunk a világunkba. Az lesz itt a végső megoldás, hogy le kell győznünk a gigatirexet. Ez most kamaj, de miért? Ha, nem tudom. Miért jutnánk akkor vissza? Nem tudom. Hát de nem tudod, Máté, ideges a hülye haverod, vidd el innen tőlem, vagy megölöm. Hülye bara! Ez az, kis érdemet, te! Mocskos kis büdös féreg! Na, jó, fincsi, husika, Jó van, na. Mert is a tűzre, azt a 9 hús volt rajta. Kiszedted a húst? Igen. Jó, akkor átszom a nyers húst, hogy az is süljön. És még mindig nincs elég tehát. Jó van, tele van a pocikám, jó van, nyam nyam nyam. Na várjál valamit, kicsit azért sietni kéne, mert már megy le a nap, és nagy itt éjszaka megtámadjanak valamik. Várjál, craftolok egy storage boxot. Azt a Máté, drogot is lehet gyártani. Hát ez csodálatos. Ne, beészakult! Ezt nem hiszem el. Mi van? Dino! Gyere ide, Máté! De nem tudok, jaj, Entzumbered vagyok! Az a gyilkos, őrült Dino, gyere már ide! Entzumbered vagyok! Akkor csinálj egy... Ezt nem hiszem el, ez idefele jön! Jaj, de és egy ilyen... Várjál! Ide, gyere! Guggoljunk be ide! Hát... Egy gigadenevér! Ne! Ne fütyülj! Ne, nem fütyülök. Várj, storage boxot ide rakom. Így, gyere, rakd bele a cuccokat! Metál! Van fémem, 10 darab. Aszta. Jaj, ne! Ide jön ez a büdös dög! Feküdj le! De miért jön ide? Fen... Cs-cs-cs! Őrült? Jó, nem vett észre, jól van. Jaj, ne jön vissza! Vagy saj, ne jön vissza! Máté! Húzzam már innen! Shhh! Krisz! Mi az? Van egy ötletem. Nekem is. Máté, tudok craftolni csúszlit. Nekem meg van láncsám. Craftodnál-e? Jó. Csúszli. Nagyon sokat érsz csúszlival. Jaj, ne kell egy hide, meg 5 fa. Várjál. Jaj, ne! Mi az? Elment? Jó, nem, még mindig erre mászkál ez a dög. De miért van itt? Még kell fa. Már megnézem. Itt van. Meg kell várnunk, míg elmegy. A tűzre idejött szerintem. Szerintem is. És szét tudja verni a házad is? Hát, szerintem igen. Akkor minél előbb ki kéne képződnünk annyira, hogy meg tudjuk ölni. Nincs kövem, az a baj, mert ott van benne a ládában. Jó, kicsit elment. Máté, hol vagy? Ja. Itt vagy. Na, akkor jó volt a álcázásom. Máté. Oké, nem látom most már.
Lekraftoltam a csúzlit. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Érzi a szagunkat szerintem. Szerintem is, várja. Nem fogjuk tudni megölni. Mit csinálsz? Mit művelsz? Nyugi, csak szedek követ. De van kő a ládában. Jó, de csak 5 darab, és az egy követ lő el a csúzli. Ez is kamaj. Igen. Hát 5-tel csak megöljük már. Szerinted 5 kő csúzli van megöl a gigantino? Ez biztos nem van Zaide amúgy. Így szétrobbantad ezt a sziklátot. Várjál, lerakom ezeket a foundation-öket gyorsan, hogy legyen egy házikunk. Legalább. Oké. Okay. Jó. Ez a bejárat lesz. Kell még te. Jó. Szerintem túlságosan azért nem tudja lerombolni a házunkat, szóval azért érdemes felépíteni valamit. Hát igen. Igen, azokat az izéket üssed lefele. Igen, de csak 4-et, meg 5-et ad, meg 3-at. Mi? Meg nekem a... Mert ugye a csákánnyal ütöd. János kamaj. Ja, hogy a csákány adja a tetszet és a... ezért meg a fát? De nem tudom, gondoltam, de így 40-et ad csákány. Ja, hát akkor valószínű. Mert én... 22. Mert én a izével ad, vagy vágom. Igen, igen. Csákánnyal több tetszet ad, de izével meg fát a baltával. De ez tök jó. Ja. Ezt tetszik. Azt a 37 ja. Fussunk vissza, fussunk vissza! Jó. Kialott a tűz! Igen, mert elfogyott a fa. Igen, meg esik az eső. Ezt nem hiszem el. És akkor nem ég a tűz? Nem ég a tűz. Meg fogunk halni. Most, jó. Esik az eső, meg kell építenünk a házat, Krisz. Amúgy Máté, láttad már a nevemet? Krisz a vadharcos. Ajaj! Ajaj! Feküdj le ide! Nyugi, Máté. Én már a harc edzett vagyok. Hát én is próbálok az lenni. Én bármikor elbánok egy ilyen büdös dökkel. Az a kérdésem... Hogy? Hogy vajon itt a fejünk fölött a dzsungelben mi rejtőzhet? Nem tudom. Nem tudom, mi rejtőzhet ott fel a fejünk felett. Nem tudom, mi rejtőzhet ott. Igen. Krisztián! Igen, én is. Támad! Ezt nem hiszem el! Várj, meggondolta magát? Vagy mégsem? De. Máté, egyeségben. Már pókemberkedek egy kicsit ide le. Oké. Okay. Elmegy. Húzz innen, te büdös dög! Mindegy, adom, legalább hogy... erre jó már ez a padló, hogy már el tudunk rejtőzni mögé. De most miért jön ide? Ez amúgy biztos, hogy megtámad, ez ugyanaz? Hát, ez ugyanaz, igen. Ez nem az a növény, ez nem egy ilyen növényebb? Nem, ez megtámadott engem is. Csak igen. Nagyon közel kell hozzá menni. Aha, jó. Ja. Ajaj, okay. Ez mi? Hát ez nagyon biztonságtalan ez a... világ, Máté! Hát mi a Dinosaurus is Jurassic Parkba vagyunk! Szerinted itt mi biztonságos? Semmi sem áll! Dinosaurus is Jurassic Park! Itt semmi sem biztonságos! Nekünk kell erősebbé válnunk, nem érted? Hát ilyen törpén én nem mondanám ezt, hogy erősebbé kéne válni. Hogy nőttél te ilyen kicsire? Mi? Hogy mersz beszólni a magasságom miatt? Mi? Ugye ezt most csak viccben mondtam. Hát mondjuk legalább ez a nagy haj egy kicsit föl. Fel, nagyít. Na, szóval... A falat kezdje lépteni, Máté, falat, gyorsan! Oké, okay, de nincs egy falat. Falat. Fiber kell még nekem, szóval el kell mennem vágni. Fiberből lehet ruhát? Hmm, jó hangzik. Izé kéne, Krisz, hogy kell ezt csinálni? Mi? Fákja. Hogy lássak valamit. Fogalmam sincs. Flint, egy darab stone kell. Ez olyan, mint egy zseblámpa. Ez komoly. Ha. Na, így világítasz, így előre így. Amerre világítasz. Harvan. Na, hol az a büdös dínó, mert azt kéne valahogy elkerülni. Ajaj, ott áll előttem. Ajaj. Már de úgy látom, mintha jönne fel a nap, úgyhogy az legalább igen, igen. Jó dolog. Viszont az a dínó majdnem megtámadott az előbb. Egész közel lehet hozzám menni, és még úgyse támad meg, szóval. Ja. Igen, annyi a mákunk. Hú, fáradt vagyok. Elkezdem építeni akkor a házunkat. Hello Máté, hogy állsz az építkezéssel? Egész jól. No, rossz helyre raktam, fenébe. Nem baj. Csinálok még. Várj, akkor kell egy ajtó. Csak hogy hol legyen az ajtó. Hogy kell egy ajtó. Az építkezéssel? Mi lették, alóz? Hát csináltam magamnak egy kis göncöt. Hát ez csodás, de a hajad az sokkal jobb volt. Hát jó van, csak... Lehet, hogy jó néz ki, de nem, 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 meg a hidegtől annyira. Hát a hajad.
Ha vagy ne védenem. Hát de így még plusz van egy ruha darab is a hajam fölött. Tehát jó. Akkor darvej kell. Igen, és így kell belerakni az ajtót. Aha. Megvan. Ez a... Oh. Juhu. Be tudunk menni? Igen, jó. Nem kell ugrani. Ja, jó. Ez az. Na, akkor most már egész jó házunk van. Várjál, tudunk valami fényt nem ide tudom. Bevarázsolni? Nem tudom, hogy lehet ide bevarázsolni fényt. Szerintem... Azt meg nem... kell nézni, mit tudunk craftolni. Itt van standing torch. Igen? Igen. De az 6-ba kerül nekem, meg csak 3 van most. Jó, akkor nekem 24, akkor azt ki lecraftolom én. Oké. Okay. Jó, van is hozzá. Spyglass. Na, nekem az kell. Azt meg is csinálom. Az nekem is kell. Azt a csúzlid van már, kis haver. Kristály kell hozzá, 2 darab. Na, Máté, hova rakjam a torcsot? Hát ide be, így, hogy legyen fény a sarkokba, mondjuk. Hát, de csak egyet tudtam craftolni. Akkor a sarokba, ide ebbe a sarokba rakjál egyet. Amúgy még nem jön fel a nap, csak a hold világít. Ja, igen. Igen, mert hogy kijött a izé mögül a hold. Aha. A hegy mögül. Hát jó. Mi kell még neked, Máté? Milyen cuccok kellenek? Akkor segítek szerezni. Hát most... Vagyok? Készen állok a munkára, kedves csiröm. Jó, nem kell semmi. Mert most lecraftolom ezt, és lerakom a falakat, és kész van a fal. Jó. Kéne ide valami lépcső, az nem tudom, hogy lehet. Oké, és majd be kéne vinni ezt a ládát is, és akkor úgy lehet. Várjál, hova rakjam a fákját? Hát a sarokba. Oda, ide, az ablak mellé. Jó. Oké, és akkor nézzük meg, hogy... Ugyanúgy fát kell rárakni. Jó. Woohoo! Ez az, na! Végre van egy kis házikónk, de ez milyen fény ez, fúj. Még tető, milyen házikó ez, tető is kell te. Ja, tényleg. Meg a fejünkre esett egy dínó. Azt, milyen király kilátás, mi? És most komolyan mondod, hogy a tenger való ablakot nem is tettél. Megőrült öreg. Hát, tudunk rakni, várja. Tessék, kedves barátom. Wow, azt, micsoda kilátás, tengerparti nyaraló. Ja. Máté, vajon így ki tudok ugrani? Nem. Nem tudsz. A fenébe. És így most... Mi kell? Milyen resource kell? Milyen alapanyagok kell? Kell, fiber, meg wood. Jó. Ja nem, azt hiszem wood nem is kell. Itt van thatch, meg fiber. Ja, de wood is kell, de az annyi van, hogy az van nagyon sok. De jól néz ki! Hát ez a világ legkirályabb dolga lesz. Woohoo! Ja, na én is megyek nyersanyagért. Minden, most már van egy házunk. Van egy hely, ahova visszamehetünk, és... Meg lerakhatjuk a dolgainkat, és hogyha meghalunk, akkor már vannak igen. Elrakott dolgaink. Hogyha az is jó. Oké, és Máté, hoztam még alapanyagokat. Oké. Okay. Ja. Várjál, megeszem ezt a sok bagyót, mert annyi van, hogy... Gyere ide, Máté, adok a cuccokat. Oké. Okay. De jól néz ki a házunk. Azt nem ilyen kemény. Itt van, hoztam 50 fibert. Meghaltam. Elaludtál. Elaludtam. Máté, hát lement teljesen az energiád. Hát, nem mert szóval annyit halára... dolgozok. Tudta, hogy halára dolgozza magát. Máté, nem, te dolgozz ennyit. Hát direkt mondta, hogy vegyél ki szabad napot. Milyen vállad? Milyen vállad van? Szúj néz ki, megcsípett volna egy méhecske, olyan fejed van. Hát, mert... Lehet, hogy megcsípett a bakorba egy méh. Most meg kell várni, míg itt kipihened magad, mert teljesen a kimerülés határáig erőltetted magad. Na jó van. Főbattantam, új erőre kaptam. Óvatosan legyél. Óvatos legyél, ne sprintelj egyből. Nem sprintelek, ez a sima emenésem. Na. Szuper, és már csak egy valamilyen tető kell oda. Azt, amicsoda házat rittyentettünk ide, nem Krisz? Igen. Szerintem az elég menő, hogy őszinte legyek. Na, kész is van. Meg kell 2 fal, és ilyen ablakos falat rakok. Wow! Jó, néz ki, mi? Aszta! Jó kis házikónk lett. Krisztián, itt fogjuk tölteni az elkövetkezendő napjainkat, amíg ki nem jutunk ebből a világból. Máté! Igen? Mondom a következő feladatot, amit meg kell csinálnunk. Na? Neked is craftolnunk kell egy csúzlit. Kell szednünk rengeteg követ. És le kell terítsük azt a dínót, aki terrorizál minket! Jaj, ne! Jön is ide! Támadás!